Ezzel baszlak pofám mindjárt, gyere, csak gyere, gyere. Úgy. Na, szevasz. Csak nem tudja kinyitni az ajtót. Ah! Mi a szó? Mi a... Hát ez... Hát ez mi? Nem is tudtam reagálni. Hát ez hogy került? Ez hogy került ide? Ez mi volt? Ez milyen rohadt getiség volt már? Ezért megfőzöm ezt a büdös szarzsákot. Fú, a mindenség itt. Úgy. És most meg fogsz itt főni. Mocskos kutya. Jön már? Aha, jön már. Hallom a kutya zenét. Gyere csak. Ott fogsz megsülni, bazd meg. Hülye mocsok. Szarok a pofádra, még egyszer nem fogsz szétszedni. Na mi van? És mégse? Több husival kell téged ide csalnom? Akkor basszus, jössz több husival. Ott van egy. Na, gyere. Most nagyon pipa vagyok rád, úgyhogy... Nem érdekelsz. Gyere. Gyere már. Úgy, úgy. Erre. Erre. Jól van, hülye kutya. Jön már zabálni. Talán ezt a másikat is meg fogja itt érezni benn. Kicsit beljebb is húzom az ajtót neki. Én meg itt elbújok. És várom azt a ronda pofáját, hogy erre is eljöjjön. Hát nem tudom, hogy el fog-e ideig jönni, basszus. Biztosra megyünk inkább, teszünk rá még egy húst ide a közelbe. És most nem érdekel, mennyi ideig tart ezt, én megfőzöm ezt a kutyát. Jön már. Jön már, most zabálja az egyik húst. És amint bement oda zabálni, én azt a dobozt oda oda tolom az ajtóba, aztán ráengedem a gőzt. De nem, egyből ráengedem a gőzt, rohadjon meg. Rohadjon meg. És amíg ott fő, addig tolom oda a dobozt, hogy ne tudjon kijönni. Úgyis ott beájul majd, hogyha ráengedem azt a szart. Na csak mennyi a következő husikáért. Ehe. Jön már. Jön már. Ott van. Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Ugye kutya, gyere vissza! Gyere vissza! Gyere vissza! Elegem van belőle, elegem van. Hoppá, ezt lehet, hogy hallotta. Elegem van belőled. Ide jössz! Szihetetlen, ott volt a hús, és a végén... Nem érdekel a hús. Lesarom a húst. Hát én meg téged szarlak le, hülye kutya. Ezért most megküzdünk. Olyan rég vertem szét úgyis egy kutyát csákánnyal. Már el is felejtettem milyen. Ez az, gyere. Gyere, te mocsok. Na, ez az. Gyere! Úgy, rohadjál meg. Gyere, 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 gyere szépen. Ne vonj itt csá, mert nem mész vele semmire.
Mutasd azt a ronda pofád, most hol van? Hol vagy? Fél és dög. Itt vagyok, szerencsétlen. Gyere! Gyere már vissza! Ne fussál már egyfolytába! Vonyítsa, ez az, vonyítsa, gyere, gyere! És megint ott marad. Ez a játék annyira, de annyira frusztráló tud lenni, hogy az hihetetlen. Igen, itt vagyok! Gyere! Gyere, 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 gyere! Mocskos hülye kutya. Nem fogok én itt veled szórakozni egy óráig. Elképnem azt a mély égetőbe. Áj, újabb kutyazene. Kezd elegem lenni, de nagyon. Jó. Te ott tök jól el vagy szerintem. Úgyhogy nekünk nem is lesz itt problémánk egymással. Na. Hol vagyok? Jó, mindjárt még a szemét lerakó szarságnál. Erre már még nincs is kutya? Úgyhogy futok is. Jó van. Na, menjünk be. Most már. Éljen! Éljen! Sikerült! Vége a szenvedéseimnek. Totálisan elegem van ebből a fasságból. Jó van. Köszönjük, kedves Rőt. Már személy szerint nekem faszom ki van önből, meg a hülye hozzászólásaiból, aminek semmi értelme, és egy percet se segítettél volna eddig a játék folyamán. Ne. Rég lehetett, hogy beomlott ez a járat, de vagy Rőt, vagy valaki más deszkákat fektetett a lyukakra. Aha. Ne. Na vajon mi fog onnan bejönni? Ez az omlás ejtette csapdába Rőtöt, gyorsan ki kell robbantanom. Talán a robbanószer határozóban van néhány ötlet. Ehe. Megvan az omlás, ami elzárja az utat Rőthöz, már csak ki kell találnom, hogyan takarítsam el. Nyilván nem most fogjuk ezt... De milyen határ... Mit is mondott? Mit is mondott? Robbanósz határozó... Ez az. Azt keressük meg, amihez vannak ezek a kis... ezek a kis vegyszereink. Aha. Azt hiszem ezt már eljátszottuk egyszer. Igen, ez a fekete gyújtózsinór, ezt már egyszer megcsináltuk. Dinamitunk van. Vörös foszfor és bárium. Na nézzük, hogy ehhez mink van. Vörös foszfor és bárium. Biztos, hogy nem itt fogjuk összekeverni őket, szóval... Akkor most játszunk egy kis platformert megint, mert megunhatatlan. Hát, ha leesünk még párszor, mint most majdnem. Mert ezek a hülye deszkák annyira tök jó vannak összerakva. Élvezett minden perc, amikor így ugrálnom kell, mert... Nagyon rossz, nagyon rossz. Ez speciál nagyon rosszul van megcsinálva a játékba. Kifelé nyílik, ugye? Merre nyílik? Kifele persze, hogy leessek. Hát hogyne. Na, egér működjél, köszönöm. Gyógyszer és gyógyszer, vajon miért kell ennyi gyógyszer? Ez rossz jel. Üres polcok. Jó, valóban azok. Hát lássuk a szekrényeket. Üres. Üres. És üres.
De szomorú. Á, hogy itt fogunk majd vegyészkedni. A lefolyót eldugítja valamilyen sűrű vegyszerkeverék. Hát akkor ezt most kihagyjuk a csapot. Ezzel az égővel talán készíthetnék egy bombát. Persze, az vegyszerek is kellenek. Már van. És gyújtózsinór! Kémcsövek. Szuper. Hoppá, 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 elraktunk valamit. És mit is mondott? Valamit látott, amit el akar nekünk mondani, csak most megint nem látja. Nem is érdekel, mentsünk. Mintha létezne belőlem egy másolat az erekében, sőt, nem is csak egy darab, bár egyik másolat sem túl pontos. Na jó, akkor ez biztos, hogy ide fog kelleni. Próbálkozzunk. Valamelyiket biztos bele fogja rakni. De találtunk egy zsinort is. Gyutacs. Gyutacs. Na akkor vegyük elő a vegyszer robbanószer határozót. Van egy zsinórunk. Lőpor és vakcin viszont nincs, úgyhogy ez... Ez itt nem fog működni. Ez szintén nem fog működni. Na nézzük csak, TNT. Ez csak egy leírás róla. Armstrong féle keverék, vörös, foszfor és bárium. A kérdés az, hogy... Most javítják rá, hogy ez milyen címkéjű. Egy-egy... ilyen vegyszer, mert ebből én nem fogom tudni, hogy melyiket kéne használnom. És kénytelen vagyok itt mindet bepróbálni, vagy próbálgassam társítani őket. Ó, ez így jó lesz, ez így megint tök jó lesz. Egy fene egye már meg. Fene. De sokszor itt, ez is itt már itt az eszköztáramba idegesít. Ezek a kémcsövek kéne kijöntenünk mondjuk őket. Azt mondja, hogy nem. Nem éppen. Ez sem. Na még ezt is megpróbáljuk. Jó. Jó. Hoppá! Hoppá, hoppá! Ja, várjunk csak, ezt ki lehet nyitni? Egy szigetelt cső, ami a kemencéhez vezet. Biztosan gáz megy benne. Milyen kemencéhez? Nem is kemencéhez. Jó, mindegy. Meg kéne... Aha! Jó, rendben. Szuper. Akkor most... Hoppá! Jó van. Örülök, hogy nekem kell kitalálni, hogy mi a lófaszt kell csinálni. Talán a bárium kéne bele. Lőpor meg ilyesmi egyáltalán nincs nálam, szóval ez... Ezzel nem is kéne nagyon. Jó, most társítsak mindent mindennel? Hát, ha az egyik jó lesz. Ez valószínűleg nem jó ötlet. Hát akkor nézzük ismét a... Ha esetleg... megnéznéd, köszönöm. Valahogy ez nekem kevésnek tűnik. Lőpor és Bactrin nincs. Ez... kész. Nincs. És ezt egyszer már úgyis megcsináltuk. Dinamit. Egy rész kovaföld, három rész nitroglicerin, kevés nátriumkarbonát. Aha. Jó. Hát ez... Nem. Abszolút az Armstrong féle keveréket kéne elkészíteni. Vörös foszfor és bárium. A foszfor az a P vegyelű, hogyha jól emlékszem, kémia órákról, bár nem voltam túl jó. Az F a flor volt. A B... Hát igazából a B kéne, hogy legyen a bárium, de...
A, B, C, D, E, F. Igen, ez semmit nem mond. Nem tudom, hogy honnan kéne megtudnunk, hogy melyik. Mert nincs leírva semmi konkrétan róla. Ez a könyv, ez megint csak nem működő dolog. Aha. Eddig jó a játék. Remélem megrohad az egész, és most fel is gyújtom. Úgy. Na jó, nem. Viszontlátásra. Na, gondolkodjunk. Hoppá, robbant egyet. Nézzük csak. A fiókban nem kéne megoldást keresni. De milyen feljegyzésünk van még? Ezek nem. Ezek nem. Ezek nagyon nem. Nem, ez megint csak nem. Bár pedig tényleg csak ez lesz. Na még egyszer. Bárium, vörös foszfor. Hopp, várjunk csak, kicsver csökkentheti az ütés érzékenység, ha kénnel helyettesítik a bárium egy részét, vagy egészét. A kén viszont S. És egyiken sem kén van. Atya, gatya. Hát ez nem jó. Ez nem jó. Tegyük fel, hogy a B-hez kell hozzáadnunk mindent. Úgyhogy kezdjünk el kísérletezni. Nem egészen. És nem egészen. Ez valahogy ez nem akar működni. De tényleg az a gond leginkább, hogy nem tudom, hogy mi van benne, mert azt az idiótája meg nem mondta meg. Várjunk csak. Kémikus feljegyzések. 1 magnézium, 2 kalcium, 3 bárium, 4 klór, 5 foszfor, 6 nátrium. Foszfor és bárium. Aha. 3, 5. A, B, C, D, E, C és E. Próbálj meg a C-t és az E-t. C, E. Jó, fantasztikus. Akkor hogy berakta. Nem. A rosszul adagolt dopamin gyakran mindent elfelhősít. Az a gond, hogy ez a hülye számozta, és azokon a hülye palackokon meg betűk vannak. Köszönöm. Ebből mégis hogy jöjjek rá most? De most tényleg, ebből hogy jöjjek rá? A, B, C, D, E, F. Márpedig C és E kéne, hogy legyen az. De most, ha nem működik, akkor mégis hogyan csináljam, kedves idióta, barom, arcú, rohadt játék, aki elvárja, hogy tudjam a kémiát. Amiből kettes voltam mindig is. Az meg ilyen kibaszott szarú, hogy lehet ezt megcsinálni? Már komolyan mindjárt szétrédzselem itt az agyamat. Elegem van. Megyek vissza és berobbantom az egészet a dinamittal. Igaz, nem látok. Lófasz se, de nem baj. Szarok rá. És már... egyszerűen nem érdekel. Megyek és robbantok. Rohadjon meg az egész úgy, ahogy van. Ez igen. Olyan sokat segítettes, hogy az fantasztikus. Viszont minden eszközt megtaláltam. Minden rohadt eszközt megtaláltam. Úgyhogy egész egyszerűen nem tudom, most mi a büdös franc van.
nem tudom, mi a büdös franc van, és nem vagyok hajlandó épp ezért a felvétel további részét erre pazarolni, úgyhogy csak úgy, mint a múltkor a raktárban a emelőkaros darunál, felvételen kívül megpróbálok rájönni, mert ebből csak itt problémák lesznek és idegeskedés megállás nélkül. Szóval én most akkor azt hiszem ezt tényleg itt fölfüggesztem, és akkor innen fogjuk folytatni legközelebb, amint rájöttem, hogy ezzel most én el fogok itt játszadozni egy darab, illetve vissza kell majd mennem a vegyi anyag raktárban is, hát ha ott maradt valami, bár igazából kétlem, hogy bármi ott maradt volna. Úgyhogy akkor remélhetőleg nem sokára rájövök, és akkor tudjuk folytatni, úgyhogy addig is minden jót, és ne haragudjatok, hogy ez itt most ennyi időbe telett. Sziasztok!